Sziasztok, Solymos Tamás vagyok, és ebben a videóban a SUP manőverezéséről, a kanyarodásról és a megállásról lesz szó. Hogyha teljesen kezdő vagy, akkor érdemes megnézned a korábbi videóinkat is. Ezt direkt azoknak készítettük, akik még csak egyszer-kétszer próbálták ki ezt a sportágat, és nincs benne tapasztalatuk, és a kölcsönzőben nem mondták el esetleg, hogy ez hogyan kell. Úgyhogy a mai részben a manőverezésről lesz szó. Ugye azt már az előző részben is tisztáztuk, hogy a deszka az mindig az ellenkező irányba fordul, mint amelyik oldalon evezünk. Tehát, hogyha a bal oldalon evezünk, akkor mindig jobbra fog fordulni egy picit. Ha a jobb oldalon evezünk, akkor pedig balra fog fordulni. Ahhoz, hogyha szeretnénk azt, hogy minél kisebb ívben forduljunk meg, akkor ehhez arra van szükség, hogy minél távolabb evezzünk a deszkától, és mivel a deszka egyenes futását elősegítő skeg vagy fin, az uszony, ami gyakorlatilag a deszka végén található, a végén van, mint ahogy mondtam is, ezért könnyebb elfordítani a deszkát az orránál. Úgyhogy minden olyan esetben, hogyha kanyarodni szeretnél, célszerű minél előrébb elindítanod ezt a húzást, és amiben különbözik ez a fajta evezés a hagyományos evezéshez képest, ugye itt hagyományosan hátrafele húzzuk a vizet, hogy haladjunk, ahhoz, hogyha én jobbra szeretnék fordulni, azt kell tennem, hogy kifelé toljam a vizet, ehhez elfordítom a lapátot, tehát nem így nyúlok bele a vízbe, hanem kifordítom és gyakorlatilag így rakom bele, és nem hátrafele húzom a vizet, hanem oldalra fordítom. Tehát így oldalra tolom el a vizet a deszka orrától, és ezáltal rögtön elkezdek fordulni jobbra. Nyilván, ha balra szeretnék, akkor pedig itt teszem be, és így húzom nagy ívben. Tehát minél előrébb, nem itt kezdem el ezt csinálni, hanem előre nyúlok, rogyasztok, és ott húzok nagy ívben vizet kifelé. Tehát ezt mindkét irányban meg lehet tenni. Hogyha kellően stabil vagy már a deszkán, és még kisebb ívben szeretnél megfordulni, akkor ezt a fajta oldalra evezést azzal tudod kombinálni, hogy átnyúlsz keresztbe a deszka fölött, és a másik oldalon indítod el ezt a húzást, itt ide húzod a vizet a deszka orrához, átemeled az evezőt, és onnan húzod tovább. Ezzel még hatékonyabbá tudod tenni a fordulódat, még kisebb íven tudod megemelni vagy megfordítani a deszkát. Tehát keresztbe nyúlsz, nagyon kivételes az, amikor keresztbe nyúlunk a deszkán, de itt keresztbe nyúlunk, odahúzzuk a vizet az orrához, átemeljük, és itt fordítjuk tovább. Jó, ez az egyik lehetősége a kanyarodásnak. A másik lehetőség az, és ez a megállással is kapcsolatos, hogyha jobb oldalon evezünk, akkor egy picit balra fogunk tartani. Ha szeretnénk megállni, akkor nincs más teendőnk, mint leszúrni az evezőt a vízbe, és megtartani, ellentartani annak, ahogy vinne minket tovább a lendület. Mivel a bal oldalon megállítjuk a vizet, ezért arra kezd el fordulni tovább a deszkánk. Úgyhogy, hogyha kombinálod ezt a két dolgot, tehát, hogy evezel a jobb oldalon, egy picit megindítod a deszkát egy kifele húzással, és itt a bal oldalon pedig megfogod a vizet, akkor még jobban lelassulsz, és még kisebb íven fogsz megfordulni. Nyilván ez egy manőverezési lehetőség, versenyzés közben nem nagyon szokták lelassítani a deszkát, mert az soha nem jó, úgyhogy ez a strandon, strand mellett, meg hobbi közlekedésben tökéletesen használható, és mondom, ez a megállásnak az egyik módja is, hogy berakod az evezőt, leszúrod, és ellentartasz, tehát ahogy vinne tovább a lendület, érezni fogod, hogy a lapát menne ugye hátra, úgyhogy ellentartasz, és szépen lelassítod magadat. Gyakorlatilag ezek a legegyszerűbb manőverezési módszerek a SUP-pal. Szóval, hogyha először állsz deszkára, akkor érdemes ezeket gyakorolni, az evezőfogást, az evezést, ezeket a manővereket, és akkor sokkal nagyobb sikerélményed lesz ebben a sportban, mint elsőre gondoltad. Hogyha a kölcsönzőben nem mondják el ezeket, akkor sajnos neked kell megtanulni, úgyhogy ezért is hoztuk létre ezeket a tippeket. Most ezt az utolsót láttad csak, akkor nézd meg a többit is, és remélem, hogy tudtunk neked ezzel segíteni. Várunk szeretettel a Facebook oldalunkon, a csoportunkban, vagy a suplife.hu honlapon.